Althea, a CBN támogató partnere Trinidadból költözött Amerikába, hogy gyógyszerész legyen. Tudta, milyen fontos a kemény munka és a megtakarítás. Már 8-9 éves koromban takarítottam, vasaltam és mostam. Édesanyám mindig azt mondta, mindegy, mi történik, mindig tegyél el valamit holnapra. Büszke volt munka moráljára, de valami még hiányzott az életéből. 1991-ben Althea újjászületett keresztény lett, és elkezdte tanulmányozni a Bibliát. Mikor újjászülettem, megkaptam az ige eledelét, ez pedig megváltoztatta az életem. Tudta, ha fizeti a tizedet, Isten gondoskodni fog róla. Az egyik első dolog, amit megtanultam a gyülekezetben, az 5 Mózes 28-ban szereplő áldás, hogy mit tartogat számomra Isten, ha engedelmes vagyok. Többé már nem a saját erőmre, eszemre, képességeimre vagy intelligenciámra támaszkodok, bár mindezeket Isten tudja használni, hanem a bölcsesség forrásához fordultam, amiből származik az erő és a hatalom. Azonnal elkezdtem tizedet fizetni, és Isten segítségével soha nem hagytam abba. Isten mindig hűséges volt hozzá, akkor is, amikor a cégét felvásárolták, és elkezdhetett a tőzsdén ingatlan befektetésekkel foglalkozni. Isten kegyelme által elegendő bevételem lett, és vissza tudtam fizetni az adósságaimat. Azt mondja, Isten megáldotta, ezért az adományaival ő is meg akar áldani másokat. Szeretem, amit a CBN csinál. Mindegy, a világnak melyik pontjáról van szó, azonnal ott teremnek. Mindig adnak az embereknek, mindig segítenek a szegényeken, segítenek a gyermekeken. Engem ide köt az életem, nem tudok oda menni, így hát adakozom a CBN-nek. És ezzel segíthetek azoknak a gyerekeknek. Úgy gondolom, hogy amikor támogatom ezt a munkát, akkor azzal Isten munkáját is támogatom. Hiszem, hogy azért van rajtam ez az áldás, mert ilyen emberekkel vagyok kapcsolatban. Althea még mindig gyógyszerészként dolgozik, és mellékkeresetként ingatlanozik. Hisz a kemény munkában és a bölcs pénzkezelésben. Tudja, hogy az igazi áldások Istentől jönnek. Hála Istennek az ő kegyelméért. Ezért mondom mindig azt, Uram, itt vagyok, használj engem, küldj engem. És ezekhez a feladatokhoz Isten pénzt is fog adni, otthont is fog adni, befektetéseket is. Bármit, amire szükségünk van, mivel tudja, hogy ha megadja mindezeket, akkor nem áll meg nálunk, hanem továbbítjuk, ahol szükség van rá. Althea tisztában van a bibliai alapelvekkel. A Máté evangélium 25. fejezetében ezt olvassuk. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és megszaporítatik. Akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amilyen van. Ön is képes erre, csak mondja Istennek, hogy engedelmes életet akarok élni, hogy jól akarja használni mindazt, amivel megáldotta. És amikor így tesz, akkor minden ígéret valósággá válik.